Küzdősporttal kezdünk. Európa-bajnoki dobogós lett Nagy Zeus, a kanizsai Jeet-Kune-do Kaliese versenyzője. A Svédországban tartott megmérettetésen küzdelemben állhatott fel a dobogó legalsó fokára a kanizsai sportoló. Nem olyan rég beszélgettünk, akkor nálunk a stúdióban, és akkor is Zeus, valamint mondhatom, hogy a közös sikeretek volt a téma. Újabb komoly eredménye van Zeusnak, de még mielőtt arra rátérünk, talán az odáig elvezető utat, ezt a legutóbbi 2-3 hónapot mutasd be. Ha jól sejtem, ismét komoly munka van mögöttetek. Így van. Az előző évben megszerzett magyar bajnoki cím adta az alapját, hogy idén az Európa-bajnokságra Zeus kvalifikálta magát, fel is készült rá. Ezt a versenyt megelőzte a Kung Fu Szakszövetségnek a tavaszi küzdelmi, illetve formagyakorlat fordulója. Itt is küzdelemben első helyezést ért el, formagyakorlatban második helyezést. Ez egy jó felkészülési lehetőség volt a nagyobb megmérettetésre. Kicsit a nagyobb megmérettetésről szintén még a háttér topikban. Mennyire kellett komolyabban készülni, kvázi, vagy kellett komolyabban készülni, mint bármikor máskor, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokságról volt szó. Igazából a felkészülés az folyamatos, ugye azt kellett tartani. Ugye Európa-bajnokság, ezt, hogy említettem, minden országból egy vagy két ember tudott kimenni. Nagyobb volt a versenyzőknek a száma, komoly minden országból a legjobbak mentek ki, ezért egy kicsit jobban rá kellett készülni a versenyre. Itt arra gondolok, hogy a szabályrendszer kellett jó betanulni, mik az engedélyezett technikák, mik a tiltott technikák, és ezt kellett alkalmaznia a Zeusnak. Zeus, EB-re mentél, ahogy mondtuk is, és ahogy beszélgetjük most. Benned volt esetleg nagyobb druk, mint egy idézőjelben átlag verseny során? Hát igazából nyilvánvalóan azért bennem volt a druk, de nem nagyon izgultam ebből a szempontból. Ugyanúgy vettem fel, mint egy másik versenyt, hogy ne erre menjen ki, hogy például elantom, vagy bármi baj legyen. Ugyanúgy készültem, ugyanúgy próbáltam minél jobban kihozni magamból a lehetségest, és minél jobban beletenni magamat az edzésbe, és eléggé jó is sikerült, hála Istennek. Ahogy mondta most a mestered, mégiscsak Európa legjobbjai voltak ott. Ezt érezted-e a küzdelmek során a versenyen, hogy most azért ez valóban egy másik polc? Hát igen, nyilvánvalóan például a magyar bajnokságokon is nagyon ügyes emberek vannak, de azért az EB szint azért az lehet érezni, hogy nem csak Magyarországról jöttek az emberek. Mindenféle országból, ahogyan lehetett, jöttek, és minél többen, olaszok, 40 plusz, tehát hogy egy kicsikét sokan voltak, de teljesen jó volt. Gábor, miként láttad az EB-t, hogy voltál megelégedve, akár Zeusra koncentrálva, és akár a teljes versenyre? Zeus teljesítményével elégedett voltam, hiszen dobogós helyezést ért el. A magyarok közül egyedül neki van dobogós helyezése az Európa-bajnokságon. Láttam a küzdelmeit, tényleg nagyon erős mezőny volt, nagyon sokat készültek a versenyzők, de Zeus helyt állt. És te, Zeus, ugyanez a kérdés, mennyire vagy megelégedve, illetve kicsit talán belülről is meséld el, hogy élted meg a küzdelmeket. Hát igazából a küzdelmek azok jók voltak, izgalmas volt, mert teljesen más volt a környezet is, a szag is más volt, olyan evi szag volt, teljesen élvezetes volt. A tatami az teljesen más, hogyan volt kialakítva, teljesen más volt még a szivacs is. Igazából izgalmasak voltak a küzdelmek, nagyon jó volt a kivetítés, és mindent lehetett látni, tudni lehetett, úgyhogy tényleg. Saját magad teljesítményét hogy értékeled belülről? Én úgy gondolom, hogy megtettem, amit tudtam, minél jobban próbáltam ezt összpontosítani. Nagyon sokat beletettem, mert azért ez egy eléggé komoly szint, meg azért junior, nem mindenki lehet juniorként Európa-bajnokságon, és minél jobban beletettem magamat ennek érdekében, hogy azért, ha már elmentem, akkor már legyen is értelme. Hogyan tovább most így az EB után?
Ugye nyáron idézőben leállás van, mint nem jellemzők a versenyek, viszont ősszel indul a versenyszezon. A Kung Fu Szakszövetségnek lesz a második fordulója, valószínűleg ott Budapest környékén, arra kell majd készülni. Utána jön a magyar bajnokság, a tavaszi eredménynek köszönhetően a visszahívó már megvan, tehát tovább kell folytatni az edzésmunkát, ez az elsődleges. A válogatott részéről volt esetleg bármi visszacsatolás, dicséret, hogy mégiscsak egy EB-n szerepeltél ilyen szépen? Hát nyilvánvalóan a család is nagyon örült, meg ugye az ismerősök, a kör az teljesen meg volt elégedve, én is azért magammal. Nagyon örültek neki, hogy ezt az eredményt el tudtam érni. Drukkoltak is, nagyon sokan segítettek, támogattak, és ennek érdekében sikerült is a siker. Hogyan tovább, most mik a következő céljaid? A következő célok, ugye, ahogyan mondta Gábor, a magyar bajnokságra készülünk, meg augusztusban fog kezdődni a világbajnokság, a Bakó világbajnokság, és igazából arra készülünk.